A magyar filmkészítés egyre reményteljesebb. 2001 óta igazán remek alkotások kerülnek mozivászonra, mondta Köblin Norbert, a dombóvári születésű forgatókönyvíró, aki a minap tartott közönségtalálkozót Fenyő Iván színművésszel együtt a Művelődési Házban. Válaszoltak az érdeklődők minden kérdésére a magyar filmkészítéssel kapcsolatban. A rendezvényt hatalmas érdeklődés kísérte, hiszen mindenki kíváncsi volt főleg az SOS Szerelem című film főszereplőjére, Fenyő Ivára és természetesen a dombóvári producerre. Kulisszatitkokat tudhattak meg a filmkészítés rejtelmeiről, illetve a sikerpáros jövőbeni terveiről is. Egy gombostűt sem lehetett leejteni a Művelődési Ház kiselőadójában. A film és mozikedvelők megtöltötték a termet. Személyesen tették fel kérdéseiket a lányok legújabb báványának, Fenyő Ivánnak, és a méltán sikeres Köbli Norbertnek. Sokat nem tudnak az emberek a filmkészítés rejtelmeiről, mondta a forgatókönyvíró, de most a résztvevők betekintést nyerhettek ebbe a világba. Többek között azt is megtudhatták a mozirajongók, hogy a színészek hogyan készülnek fel egy szerepre. Iván a saját fortéját is megosztotta a nézőkkel. Van egy szerep, amit olvasok, és ahogy olvasom, felkészülésben, vagy mint első blikre az jelenik meg, hogy ő kívülről hogy nézhet ki, vagy hogy milyen benyomást kell. A nézők számára szembetűnő lehet a különbség a hollywoodi filmek és a magyar produkciók között. Azonban a színész szerint nincs túl nagy eltérés. Mindezt ő testközelből tapasztalta. Alapvetően mondjuk a pénzt mondanám, mint meghatározó különbséget. Mondjuk tehetségben azt gondolom, hogy nekünk magyaroknak is bőven van elég tehetséges színészünk, meg mindenféle filmkészítő embereink. A pénz, ami talán nekünk nem annyira áll rendelkezésünkre, mint mondjuk az amerikaiaknak, meg gondolom arra gondolsz, amit én láttam, az csupán annyi különbség, hogyha mondjuk nekünk is annyi pénzünk lenne, mint nekik van egy filmre, akkor nagyjából hasonló dolgokat mi is képesek lennénk véghez vinni. Ugyanis ott a számítógépes effektek és trükkök azok, amik olyan lehengerlővé teszik a filmeket. Ezekre nálunk egyelőre nem igazán futja, ugyanis hazánkban a rendszerváltás után nem igazán fektettek nagy hangsúlyt a filmipar rendbetételébe, mondta Köbli Norbert, ám néhány éve egészen jó filmek készülnek itthon is, hála a támogatásoknak. Erre volt pénz csak a magyar filmre, nem, és nem is készültek igazából a 90-es években nagyon emlékezetes filmek. Kettő volt, Sose halunk meg a Csini baba. És nagyon más nem lehet mondani, miniszter fél elég. Ami jó hír a moziba járóknak, mondta Köbli Norbert, hogy a tendencia is azt mutatja, fejlődőképes a magyar filmes társadalom, a magyar filmes szakma. Egyre reményteljesebb, nagyon optimisták vagyunk, én legalábbis, meg az én generációm. Az egyenlőttünk lévő generáció azért máshogy látta borúsabban a magyar filmgyártást, de nagyon sok új fiatal rendezőt, írót, színészt látok, akik már egy új magyar filmgyártást fognak megalkotni. Ebbe a generációba mindenképpen Norbert is beletartozik, hiszen nagyszerű filmekkel örvendezteti meg a moziba látogatókat. Elárulta, a következő filmje a holokausztról szóló mozi lesz. Habár legismertebb filmjei romantikus vígjátékok, mint az SOS Szerelem, valamint nagy érdeklődésre számíthat a 9,5 randi is, amiben ismét Fenyő Iván kapta a főszerepet, akiről kiderült, csak ritkán néz filmeket. Nem sűrű járok moziban, vagy nem sűrű nézek filmeket. Amiket így bepótolok, azok a filmek, amiket még nem láttam, és úgy gondolom, hogy az alapvető műveltséghez tartozik, hogy azokat megnézem. Amúgy meg a moziba csak nagy ritkán jutok el, hogyha van valami éppen szabad időm, akkor megkérdezem Köbli Norbert barátomat például, hogy mit ajánl, és akkor azt megnézem. Az érdeklődők egyébként azt is megtudták, hogy az új mozi, a 9,5 randi, az egyik legkedvesebb szerepe Ivánnak, amiben egy írót alakít, aki rengeteg hölgyel randizik, meglepő módon, egy új mű elkészítése céljából. A végén aztán nagy kalamajkába keveredik, és felborul az eddig jól megszokott élete. A film szintén romantikus vígjáték, amin remélhetőleg újra jókat nevethetünk.